tárgyvelizni fogunk egy jó kis podcast után. Fingom nincs egyébként, hol járunk, mit csinálunk, nem tudom. Opa! Opa! Mondom, rég jártunk erre. Tudom mit, a fejemet beteszem így középre. Szerintem annak, hogy több értelme van. Na. Ezek miért vannak ott fent? Na, jól már tudom változtatni. Nem baj, azok nőjenek ki. Na. Hogy csinálgatjuk tovább a farmot. Hát az üvegház, ez nagyon bejött nekem. Ez nagyon... ez jó döntés volt. Hello, szia! Nincs kész. Nincs szarvas gombit, hogy állunk? 102? Ojja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 j
fő van. A farmal kéne foglalkozni, meg szokás szerint menni kéne le bányába. Annyira mondjuk nem akarok. Ugye sivatagban nem akarok menni. Nincs is nagyon tervbe, hogy én sivatagba akarnék menni. Oké, itt a méhecskék azok el vannak. Jó. Elvileg tudom, most semmi nem éred be. Meglepő is lenne. Vegyük ezeket kezelésbe. Úgy ültettem ezeket, mert ugye fából ugye kevés volt. Ez szinte egy nap alatt elmegy. Hát azokat ott nem basztatjuk. Hogy nőjenek. Ja igen, mert a múltkor direkt magukat ültettem, hogy legyen. Majd hogyha kis facsemete meg ilyenek, hogyha megnőnek. Na, már van izé űrlény tojás, vagy nem tudom micsoda. Hát szinte holnap izé megvan. Az állatoknak. Helyünk az van, akkor menjünk le izébe, az elvarázsolt erdőbe. Mondjuk horgászni is jó lenne majd. Mára is akkor megvan a feladatunk. Hello, szia! Gyűjtögetni kell, mert kell. Hello! Biztos fajt. Annyira a növényekkel nem nagyon kell foglalkozni. Bár olyan, akkor beültetem. Ugye itt a termőföldet kell még ugye bővítenünk. Minél nagyobb legyen.
Minél többet tudjunk termelni, minél többet termelünk, annál több lóvénk van. Vajon itt tudunk még átmenni. Úgy, de nem szeretem azt, amikor jobb felülre teszi. Ízzére kéne majd menni a tengerpart, hát tengerpartra. Mindenféle cuccos begyűjteni. Ott a varázsló. Vegyünk egy karikát. Bár a múltkor itt egész sok fát kiszedtem. Ami kellett a famul, ugye fejlesztettük a házat, hogy megcsinálta a Csajszia házikót. Azért van most mekkora helyünk. És nagyon sok fa kellett neki. Ugye most azért van pénz lóvéra, ezért most azért tudunk szépen izé magokat venni, meg mindent. Ugye most inkább ráálltam megint arra, hogy a termőföldnek egy része ugye olyannal van bevetve, ami ugye értékes. De az értékes meg úgy kell érteni, nem egyből eladom, mint ugye az elején csináltuk, hanem szépen gemet csinálunk belőle, vagy majd ugye beteszik a pincébe, csak ugye nem tudom mennyi kell az izéhez, az a fejlesztéshez. Talán 50 ezer, vagy nem tudom, elég egész sok izé kell. Hello, szia! Köszi, de nem, mondjuk pénzre nem. Annyi pénzért nem. Itt visszanőttek, és akkor mondom, kell nekünk a fa, hogy az legyen. Aztán majd úgy is ugye elültetjük. Mondjuk nálunk, de az most részletkérdés. Mi szerencse napunk van? Mondom, a sivatagban meg az a baj, hogy... Valljuk be, a nálunk lévő kard az nagyon gyenge, hát feleslegesen 500 arany vagy 200 aranyért megyünk át, azért az elég húzós. Ó, van itt fa. Hát akkor ma már szerintem nem hiszem, hogy megyünk bányába, vagy holnap. Ma kiszedjük az összes fát. Akkor holnap elmegyünk bányába. Ugye a csákányt, meg hogy ugye fel tudjuk törni ebből a dinó tojást, hogy valami ilyesmi lehet benne, azt majd télen szeretem. Mert télen ugye az olyan sok minden nem lehet csinálni, max bányászni. De az nem nagy kiesés, mert lehet mondjuk mellette horgászni. Ott elkezdett visszanőni. Nem szedjük ki, mert egyébként semmi értelme kiszedni, mindig kiszedem, azt mindig belesik az összes a vízbe. Hello, szia! Nem vagyok ilyen beszédes típus a játékba. Ezekből magukat szoktam csinálni és elültetjük. Vagy a izénél szoktam azt csinálni, például a tököknél, hogy visszafejtem őket ilyen magokba. Már nézzük, találunk-e valami érdekeset. Már itt szerintem soha semmit nem fogok kifogni, de... Hát kösz. Ez a magkészítő. Van nálunk ilyen.
Ja nem, mert ezeket a felesleges cuccokat, ugye azokat nem szoktam megőrizni. ...835. Igen, az mehet. Ilyen rendes kaja van. Annyira nem fontos. Ez nem kell, nem kell. A hardwoodot hova gyűjtöm? ...146 van? Na. Nem kell, nem kell, nem kell. Nem kell, nem tudok valamit kezdeni, nem tudok valamit kezdeni, ezzel sem tudok mit kezdeni. Eladjuk. Ezt az izébe szoktam beforgatni, nem ide. Ezt melyikbe szoktam rakni? Ide az elsőbe. Ide az elsőbe. Ezt hagyom itt még nőni, mert akkor gyorsabban nő. Nagyon gyér most a kínálat, nézd meg. Meglepő. Jó, 7 óra 50. Nem viszont semmi újdonság. Akkor ma van 8-a, 9. Honnan lett a kecó, mondjuk. Végre el lehet férni. De mennyit kerestünk? Tízes szinten van a gazdálkodásunk. Le van az inventory. Ezt amúgy ezeket fixen eladjuk. Valamiből kell a lóvét pótolnunk. Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. És ezt talán ősszel is lehet ültetni. Tü
Megnézzük az állatokat, utána elmegyünk a izéhez, és bevásárolunk a jójónál, mert nála olcsóbb. Meg be kéne nézni a Choice-hoz, bár lehet, hogy pont keddenként nincs. Itt a szarvas gomba. 101. Bocsi. Itt nincs semmi. Kicsit meglepő, hogy a kecskék nem adtak most semmit. Szarvas gombát is eladjuk, mert hát... sok minden nem tudok vele kezdeni. Elnézünk jójóhoz. De benézünk a Choice-hoz. Ide? Hát nagyjából. Aha, és nézd meg, lilát találunk. Na. Szia. Adjál nekem. Mennyi? 3, 6, 8. 48-at. És jött 48. Egy picit költekezünk, de hát most na, ez ezzel jár. Úgyis viszünk 48-at. Miből vigyünk még 48-at? Ebből. Jó, ennyi elég lesz, mert már kurva sok lóvét költöttünk. Na hát itt szinte 12 napra akkor van tudva itt a farmnak a nagy része. Ennyi. Oké, múgy ezeket nem lehet elültetni. Ezt már dobjuk is, hogy nem kell. Vágjuk is ki a fát. Csak azonban nézve, mert megint dél van. Itt még valami.
Meg a bazikat is el tudjuk passzolni jó pénzért. Van kis chill. Te nagyon kell lesz. Ezt úgy gyűlölöm, amikor kiesik a izér a faámról. Nem lehet összeszedni. Na hello, hello! Mizu? Hát, azért mert podcast van, attól podcast, akkor dupla stream van. Nem csak már nagyon akartam beszélni a Windows Phone-ra, de hát ugye elment a téma. Hát, nem biztos, hogy az a HTC, akire én gondolok, mert azóta már törlődött a fiók. Meg megszűnt. Lehet, hogy valami troll vagy valami. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, de... Olyan nagyon hivatalos volt. Nem tudom. Kiderül. Csak közben teladogattam a dolgokat. Nem tudom, hogy hivatalos volt a dolog, vagy csak úgy jól esett a lelkemnek. Lehet, hogy majd dobok rájuk egy e-mailt, hogy hello, szia. Hogy ugye az volt ugye, hogy a kérdezte, hogy valami kiállítás lenne, bár nehezen hiszem a mostani helyzetben, a mindegy. Ugye tudod, van a HTC telefonom, a M8-ból, van a Windows-os, meg van az Androidos. És pont ezekről beszélgettem. És akkor mondta, hogy lenne egy kiállítás, hogy ott lenne egy ilyen kiállítás, az cuccos, meg visszavásárolnák a telefont. Én érdekesen néztem, hogy micsoda, de hát mondom, a telefon visszavásolásban nem vagyok benne, mert az én szememben ez érték, meg piszak nehezen szereztem meg. Piszak nehezen szereztem meg a telefont. De mondtam, hogy a kiállításban bármikor benne vagyok, keressenek bizalommal, mondom, bármikor kölcsön adom a telefont kiállítani, csak adatok ne törlődjenek róla, mert ez még értékesebb. És akkor azt mondták, hogy ma jelentkezni fognak. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom ki az, aki HTC-nél pont ilyenkor izé nézne egy izét, egy podcastet, egy Windows Phone-os podcastet, nem tudom. Még egy próbát megjön, majd rájuk írok, hogy figyelj, ilyen történt, hogy akkor vizsgáljátok ki, hogy mizu. De mondom, egy 30 perces podcastet terveztem, erre meg lett egy órás. Ilyen is rég volt. És nem tudtam elmondani, mit szerettem volna. Az a vicc az egészben, nem tudtam elmondani, mit szerettem volna. Úgyhogy Attika már letolt egy órás pofázást. Ó, de gyűlölök, amikor nem vagy meg. Olyan csatákban vagyunk itt. Ha megőrülsz. Szétkapjuk őket, mint az atom. Ajajajajaj.
Jézusom, te állatok vagytok. Holnap izélni fogok, szerintem podcast lesz. Na, kíváncsi vagyok. Holnap szerintem podcast lesz, nagy esélye. Egy elvéke. Nem, azt mondja, szerintem majd valamikor máskor. Vagy szerdán, vagy lehet, hogy akkor elmondom, amiket akartam, lehet, hogy akkor befejezzük. Mondom, nem tudtam végig beszélni azért, amit szerettem volna. Én ezzel gondolkozok, hogy podcasten kikapcsolom a csetet. De annak meg semmi értelme. Mert most a podcastra átálltam a kategóriába, az általános beszélgetésre. Az valahogy több emberhez jut el. Csütörtökön meg, akkor tudod, fixen Forza van. Az a vicc, hogy... Mi van, palikám? Nagyon nem jött össze. 9 óra, mindjárt menni kell aludni, nézd meg. Nem mondom, jó volt ez a podcast. Én tökre szeretem ezt, hogy csak beszélgetünk. Ahogy megértem, hogy sokan miért izélik ezt a általános beszélgetésben, nem szoroktam másokat név szerint, mert amúgy szar a név, memóriám. Akkor néha így belenéztem egy általános beszélgetésbe, és így annyit csinál a izé a pali, hogy... Nézze a csetet és válaszol valakinek. Én meg úgy pofáztam el egy órát, hogy érzem, hogy nem mondtam el, amit szerettem volna. Na hát, van különbség szerintem. Ez fájt. Mondom, pont lezett volna a téma, hogy visszatérhet a Windows, de inkább csak Windows Phone-okról volt beszélve. Na jó van. Azért ilyen csatákban már nem akarok belemenni 11 órakor. Voltunk bányába is. Szedtünk össze aranyat, bár mondjuk kurvára nem arany kell nekünk, hanem majd acél, de mindegy. Igen. Ez mehet oda. Ennyit szedtünk ki. Akkor ezt megcsináljuk. Aha, ez lehet. Ezt lehet, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy bármikor be tudsz hozzám csatlakozni. Ez, kérlek szépen, még annak idején nem streameltem, egy streamernél láttam, kurvára megtetszett. Annyira chilles az egész. Annyira kurva jó, nekem nagyon tetszik. Mondom, a legnagyobb harc az ennyi, hogy ezekkel a szörnyekkel harcolsz. Azon kívül meg tényleg csak ilyen lighty-ba nyomod a cuccest. Nem fullba nyomod a kretént, ilyen kis lighty-ba. Nekem nagyon bejön. A Switchre, mondom, Switchre nem merem megvenni. Azért akartam a PSP-t, a PS Vitát megvenni, mert arra van Stardew Valley. Nem merem megvenni.
Akkor ez Gergők is tudja, akkor elköszönök az élő világtól, azt viszontlátás, akkor nem foglalkoztat semmi. Kíváncsi, hogy mennyit kerestünk a izékkel, a virágokkal. Kíváncsi, hogy jó biznisz volt-e. Nem rossz. Nem rossz. 17.500. Amúgy tegnap ugyanígyen kezdtük, hát a játékba tegnap. 65.000 aranyról, csak ugye vettünk egy rakat magot. Most elvileg nem kell.238 ezénk van. Anyád! Ez meg gem készítő. Ez azért kell, mert tudok a legtöbb pénzt izélni. Hát kurva jó, mondom, nekem nagyon chilles, nekem nagyon bejön. Baszki, ott lett volna nálam a izé, a retek. Na már mindegy. A retek. Na végre a méhecskék is elkezdtek valamit csinálni. Közben nem jön semmi, mert agyfasz kapok. Hát ugye a sztori az az, hogy meghalt nagyfater, és tőle kaptuk meg ezt az egészet, hogy gondozzuk. Viseljük gondját a farmnak. Jön egy rakat csili, meg paradicsom. Ez az üvegház, amit kurva nehezen tudtam izé feloldani. Kérlek szépen, ez a második évünk ebbe a játékba. 522.000 aranyat izét szereztünk eddig. Igen, ez a baj, hogy ezt majd legközelebb oda fentre kell ültetni. Kell a gyapjú. Hello! Hát te meg hova futottál el? Szarvas gomba. Együl ez nem tetszik, hogy ezek itt vannak. Ezt már ilyenkor szeretem. És
kis fát is szedünk ki, mert az is nagyon fontos. Izét kéne lemenni Iron Ore-ért, ugye fémet kéne bányászni. De azt nagyon, mert ugye fejleszteni kéne, hogy még több locsolórendszerünk, ugye még nagyobb legyen a föld terület, amint művelünk. Nézd csak, elkészült a izé, a melon, figyeld? Csak most inkább a fakivágás a cél. Azzal megvagyunk, utána azt bevetjük. Az, hogy szegény nem tud futni egyedül, ezt sajnálom a játékból. Ugye ezt mind nem adjuk el, hanem ezeket majd szépen betesszük a izébe, a gem készítőbe. Azt olyan pénzeket fogunk ezzel szakítani. Nem bír fogni semmit. Na, itt van valami? Felette. Nem, csak akar. Ó, ott van szarvas gomba. Kő. Mindig beszoktam tenni a gem készítőbe. Aladás, 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 aladás mehet. Oké. Ja nem, csak akar kész lenni. Mert ez ettől nagyobb lesz elvileg. Ez ilyen napraforgó szucs. Csak mondjuk, hogy elmennénk a jóhoz és még vennénk ilyet, akkor az mondjuk nagy segítség lenne. Akkor egyből azzal tudnánk visszaültetni. Ugye ezt 10 nappal kell számolni. Ezt is nem tudom mire használni. Azért meg nem csinálok belőle magot, hogy elültessem feleslegesen, annak nem sok értelmét látom. Hello. Bevásároltunk, elköltöttünk 20 000 izét aranyat. Na, mondom, ez hosszú távú befektetés, nem azonnal fog nekünk annyi lóvénk lenni.
Diga csizma. Topáz. Kvarc. Általában sok mindent találunk. Ezt azt szedítjük, mert ugye a 10 követ. Ó, baszke, csajszor, az nem mentünk le, mert mindig megnézni, hogy izé... Mennyi cucc kell, izé... A házfejlesztéshez, mert az ugye nagyon kell. Oda kell majd ide a hardwood. Szavasz, Lajos! Hát, hol az anyádba vagy? Hát ezt nem hiszem el. Na, csak megvan. Jó. Húsz izé, kővel gazdagodunk. Nézzük, süvadta oda. Valami. Energiám mondjuk már nem sok maradt. Jaj, ne szívass már, hogy nem bírom megtalálni. Erről van itt szó. Hoppá! Még duplát is adhatott volna. Kis szemétje. Ezek azért jönnek rá, amiket találunk, növények. Lusta vagyok izé kikerülni. Te már megint itt vagy? Semmi. Jó, kezdődik. 57-es szint. Majdnem itt maradt. Követ is gyűjtünk. Hoppá, itt egy tízes. Melyik alatt vagy? Na, melyik alatt?
Hát ezt nem hiszem elgetsz. Ott van, ott van. Hetet gyűjtöttünk. Na, ez igen. Ez igen. Ezt már azt nevezem, hogy sikeres. Nyolc eddig ezen a szinten. Tíz. Legalább még kvarcot is viszünk, bár kvarcból van ennyi, mint a szemét. Nem fogunk tudni visszaérni, baszki. Elbasztam az időt. Gyerünk, 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 mert még el kell adni a cuccokat. Fus, 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 gyerünk, 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 gyerünk. Nem kell, nem kell. Kell, azt majd kitesszük. Nem kell. Nem kell, nem kell, nem kell. Nem kell, nem kell. Ez a másikba megy, másikba megy. Nem kell. 999. Akkor holnap reggelit kipakoljuk a cuccost. Tizenegyezret kerestünk, hogy... Strawberry gel, igen. Igen. Az ott nagyon basszó. Ennyi. Úgyhogy ugye itt folyamatosan ugye követjük a lóvét, de folyamatosan ugye szépen jön vissza. Kimegyünk, és akkor úgy tolom meg a szünetre. Minden folytatjuk.
Na! Akkor folytassuk a napunkat. Ez mit ad? 4-4 védekezést, az nem tudunk sok mindent kezdeni. Nem is kell, ezeket nem így gyűjtöm. Nem kell, azt oda tesszük, elvileg majd leadjuk a izébe, a múzeumba. Oké. Ami mindig nem nőttek meg, kurva élet. Hát feltankoltunk magukból, ahogy láttam. Hát kiderül, majd dobok rájuk egy e-mailt, hogy valaki izé szórakozni akart, vagy mi volt. Majd kiderül. Ó, baszki. Itt nálunk dobogókön már esik a hó. Gondolkoztam, hogy mondom, este kinézek, de aztán hagytam a picsába. Jobban tettem, hogy itthon maradtam. Tettek fel képeket, hogy már izé van. Már világ vége van. Árokba csúsztak meg, egymásnak csúsztak meg, mit tudom én. Ügyesek voltak a fiúk, kitettek magukért. Ilyenkor azt érzem, hogy jobban tettem, hogy itthon maradtam. Akkor ott állnék most a dugóban, meg a baleseti helyszínen is, meg minden. Ezeket is jó pénzére elpasszoljuk. Megint van 63 ezer izé arany szőlő. Eper. Ez nagyon chill, ez... Ez minden tekintetben maga a chill. Alapból az volt a terv. Nem, itt nincs olyan max, hogyha mondjuk, mit tudom, meghalsz lent a bányába, hogyha úgy jön ki, akkor vagy kicsit ideges. Erre mondják azt, hogy tényleg chill. Köszi a szárvas gombát. Hát most a tejcsiből nem vagyunk elárasztva. Mondom, az a baj, azért félek Switchre megvenni, ez Gergőke is tudja, és röhög rajta a mai napig. Mert akkor én Switchen, én feladnám az életemet, ilyen nappal ezt nyomnám. De kéne majd valami utat amúgy egyszer kitalálni. Mondom, hogyha meg lenne neked is, akkor tudnék ide építeni házat, és akkor be tudsz csatlakozni. Szerintem Crossbelly biztos, hogy van, hát a játék egy izén is elhagyott szerintem egy hűtőn. Csak nagyon nehéz elkezdeni, egyedül vagy nagyon nehéz elkezdeni az elejét. Amúgy fenn van a YouTube-on a végig, nem végigjátszás, a sztori az egész, hogy elkezdjük a semmiből. Meg külön csináltam egy külön izét, mentést. Úgyhogy itt tiszta lappal kezdtünk, mondhatni. Mondom, tengerpartra kéne még lejutni. Folyamatos favágások, ilyenek. Meg a Choice-hoz kéne benézni, hogy menni akkor a háznak a fejlesztése. Szóval 50 ezer arany? Valami ilyesmi. Emlékeim szerint, aztán meg majd kiderül. Tü-t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 ü
Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Iron bar. Benézzünk a Choice-hoz. Meg lenézzünk a tengerpartra. Szőlő. Fullos. Hát igen, ezt is kiszedjük, hogyha már itt vagyunk. Fasz, sosárt. Ezek a fák visszanőnek. Azért szedem ki őket ilyen bátran. Na, hello! Mi a f... Ó, hogy ma nincsen, hogy a... Ágyam, a radaj rosszabb. Nem, mert hiába egy faluba vagyunk meg minden, ezek nem dolgoznak mindig, érted? Itt csak mi húzzuk itt a GDP-t felfele. Ezek nem. Ezek nem húzgálják felfele a GDP-t. Itt a fürdő, itt vissza tudjuk nyerni az energiaszintünket. Bár azzal nem nagyon szoktam beszakodni. De miért nincsen ma? Meg itt lehet összeházasodni egyébként, meg lehetnek gyerekeid, meg mit tudom én, meg ezek össze lehet spanolni. Azt ajándékokat kell nekik adni, hát mondom én biztos ezeknek nem fogok adni semmit. Nagy nehezen megtermelt terményemet. Hát... Mondom pont azért dolgozok, hogy mondom ezeknek odaadjam. Meg mondom mindenkivel jobban lehet lenni, meg összespanolni, meg minden. Meg külön questek is vannak, hogy izé valakinek kell valami, és akkor elviszed. Ez a beach. A beach. De csak azért szoktam eljönni, hogy összegyűjtöm ezeket a szarokat, azt eladom jó pénzért. Ezek a romok, hogy elvileg itt a tenger az valami pusztítást végzett, azt nem vágom pontosan, hogy itt mi van. Lehet horgászni. Na. Na. Kit horgászol ilyen light-ba, ilyen nyugodtan. Szemét. Pedig a tengernél vagyunk elvileg. Na. Na! Jó. A horgászat nem jött be. És itt lehet totemmel is utazni, ha nagyon ügyes fiú vagy. Vagy most van csütörtök, holnap péntek, akkor holnap benézünk a Choice-hoz.
Nem is drága, 12 vagy 13 euró, valami ilyesmi. Nevetséges összeg. Persze, hogy van. Xboxra, PC-re, telefonra, tabletra, hűtőre, mindenre van. Mondom, annyira megterheli a 2070-et, hogy be se indul a három ventilátor rajta, semmi. Hát a játéknak nincsen szinte rendszerigénye. Annyira nevetséges. Van már okos hűtés, ne röhögje, van, van. Van már okos hűtő. Telefonra, telefonra is van. Nekem még Androidom megvan. Héten amúgy majd lesz Instagram poszt is amúgy egy pár. Az Xperia Play-ről lesz majd, a Lumiákról lesz egy-két ilyen kis cuccos, az NZX-t is kiteszem, amit te szerkesztettél. A setupról is kiteszem a képet, úgyhogy most az Insta-ra is kicsit jobban ráfekszünk. Az képet, a Porsche-s képet meg azért kértem, mert akkor az lenne betéve a motorsportokhoz. Meg mit tudom én, össze-vissza. Mondjuk vicces, mert kiment premierbe a BF1, a BF2042, azt mondom, 5-en vagy 6-an látták. Tök meglepő. Azt volt valami statisztika, hogy micsoda, hogy többen játszanak a Farming 22-vel, mint a BF-vel. Hát, majd kommenteltem én is Facebookra, csak nem szoktam kommentelni, hogy hát megértem. Farming az a baj, talán nincs crossplay, tudtam már, nem vagyok benne biztos. Úgyhogy amikor lenne crossplay, akkor neked megvennénk ajándékba a 19-est, azt akkor tudnál jönni velünk Gergőkével. Annak kéne utána nézned. Mi a picc? Igen, ide a Hardwood. Maradhatnak, ez maradhat. Eladás. Szemét. Szemét, szemét, szemét. Az is szemét, szemét, az is szemét. Ez mi vagy magokhoz. Az oda, mert ez egy bizbasz. Amiközben egy patintgatjuk oda az Iront. Nem, ez a izé. Fú, hogy fogalmazzam meg neked, ezzel szállítmányozunk, ez ilyen piacszerűség. Ebből kapunk pénzt, hogy ezt leszállítjuk. Van akváriumunk, meg ilyen fasságaink vannak. Mert hogy a múzeumban mindig leadunk ilyen, mit tudom én, köveket, drága köveket, ilyen cuccokat, akkor ezekkel mi mind pénzt kapunk. Vagy ilyen jutalmat kapunk, ilyen tárgyi jutalmat. Második év, és nyárnak a közepén vagyunk lassan. Ez még nagyobb lesz, mert lesz pince, amiben majd lehet tenni ilyen izé, ilyen érlelős izéket, hordókat, na az a baszó. Most figyelj! Paradicsom, kurva jól néz ki a grafika is. Mégszer azt mondanád, hogy jaj, mi ez a kis izé régi grafika? Mondjuk olyan hangulata van. Még a grafika is rátesz egy lapáttal, hogy jó hangulat legyen.
Ezek basztak beérnek. Na igen. És ilyenkor vagyunk problémákba. Amikből kevés van, azt használjuk el. Itt volt egy hely. Ó, van. Én ezt rég ott, hogy amúgy nekem van egy másik profilom, amiben sokkal előrébb jártam, de kezdem magamat lassan utolérni. Ha mondom, írd be YouTube-ba, hogy Star Juveli. Azt meglátod, hogy már hány rész volt belőle streamelve, 10-valamennyi talán. Ezt már szeretem. De van crossplay. Nézd rá. Tudom, hogy lennie kell. Nézd rá, tudom, hogy a crossplay az támogatott izé telefonon mindenem. Tudtommal. A házban nem nagyon ért be semmi. Menjünk a csajszíhoz, utána fát vágunk megint. Itt néha már faszom ki van ezzel a fajgassal. Ugye 72 000 izécucunk van. Szépen csak jöjjön a lóvé, mert ugye jön majd az ősz, az is egy jó szezon, szavasz. Upgrade house. 50 000 és 150 hardwood kell neki. Mert így, hogy most már izénk van. Van magunk. Tudom, hogy van bevételünk, így megmerem csinálni. Akkor marad 22 000 aranyom, abból meg felépítem magam, bármilyen problémám lenne. Mondom, azért szeretek inkább biztosra menni. Itt meg nem itt meg tudom, hogy hardwood kell neki az utolsóba, azért megyünk oda le baszoktatni. És megvan. Nem kell. Nem kell, nem kell. És akkor már meg is csináltattam vele a kecót, hogy meglegyen. És akkor utána a hardwood, meg azért kell rengeteg hardwood, hogy a hordót, amiben elkezdem a sajtot érlelni, ugye a kecske sajtot, hogy azt még több pénzt érjen, és abból nagyon sok lóvét lehet szakítani. A másik profilban, a fő profilban, hát itt két profilom van, ez meg a fő profil, amit már egy éve nem nyúltam hozzá, meg csak streambe játszok vele. Ott abból annyi lóvét szedtem ki, hogy ott nem volt problémám. Ott az összes pénzt abból fedeztem, mindent. Klasszik lámpa. Workshop. Telefon. Plazma TV. Rustik. Kétszázért ezeket a terveket mindegy szoktam venni. Na, megvan. Na, kifizettük a choice-t, elkezdte csinálni a kecót. 2-3 napon belül kész.
Ami azt jelenti, 2-3 nap a játékon belül is meg lesz a izé. Cucc. Úgyhogy mehetünk szépen az elvarázsolt erdőbe, és szedhetjük ki minden nap a hardwoodot. És ezt fogjuk csinálni. Mert... Nem azt akar ilyenkor nem oldja fel. Mert akkor lehet megcsinálni ezt a... fahordót, vagy tököm tudja micsodát, mi a neve, az érlelőt, valaminek van biztos valami neve. És ezt akkor lehet megcsinálni, és abból nem tudom mennyit kell, 50-et vagy 60-at lehet lerakni. A sima fajunk arra, hogy ezzel lehet a szenet helyettesíteni amúgy. A fából lehet ilyen padlót, meg ilyen cuccokat csinálgatni, hát az ugye az kell. Ez a túl az itt van, ezt nem lehet sajnos eltávolítani, bár egy idő után már útba lesz. Nem most, de útba lesz majd. És akkor mehetünk az elvarázsolt erdőbe. Na itt akartam mondani, hogy itt szokott lenni árus, most itt van. De úgy nem nagyon éri meg nála a cuccok, mert valamelyik jó ritka, oké, aláírom, de hát... Valamelyik meg olyan veszettül drága. Még 4000-ért a narancsfa az mondjuk megérte volna. És várjál, ezt az elején elkezdem, mondom az elét, az zenéhez elkezd az elején, nincsenek ilyen baszó ízét, csákányait. Nem tud öntözőrendszert csinálni, egyesével kell az összes izét meglocsolni. Mondom az eleje, azt nagyon szar elkezdeni egyedül, de mondom utána... Meg kurvára fogod izé élvezni, meg örülni annak, hogy egyedül elérted, hogy neked ennyi mindened van. Hol vagy még? És minden pa itt visszani a Hardwood-e izébe, a varázserdőbe. Mondom, kis chill, nyugi. Na, adjál már valamit. Hínár, hát ez nem volt egy jó orgászat, valljuk be. Energia szintünk a felénél van. Kisajodik, csinálja a kecót, remélem elkezdte. Hú, ezek is megvannak? Most azonnal nyissam meg. Baszkis, ilyenkor van az, amikor elfogy a hely. Itt van amúgy ilyen kukaszerűség. Fél pillanat, mester. Elrendezgetem a dolgaimat. Akkor egyet eladunk. Mi
Nézzük csak, nem kell, nem kell, a fa is kurva jól állunk. Nem kell, 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 nem kell. Nézzük, mit küldtél. Várjál már. Baszki. Akkor sorry. Nem tudtam. Nem tudtam, hogy állunk crossplaybe, de hát akkor szarul. 16, 22. Én mondom, kibaszott jó, nagyon jó hangulata van. Slime keltető. Tudtam én, hogy izé, nézd meg. Van még itt faszokás szerint. Szedjük, hogyha már van rá időnk. Ne teljen újjel egy nap, hogy nem dolgozzuk le. Ezt nem értem, hogy miért nincsen crossplay, hát kurva jó. Itt. Az a baj, hogy azt mondom, hogy elégedett vagyok, az egészet ízi meg kéne csinálni kertnek oda, és soha nem jutottam el. A pincé az már megvolt a másikba is, meg megfelelő lóvém az megvolt ott is. Mert ennek úgy vége, úgy end része úgy nem nagyon van. Nem kell, nem kell. Na jó, húzzunk aludni. A 7 óra van, hát szart sem tudok úgy kezdeni. Akkor menjünk az elvarázsolt erdőbe. Na, majd csak egy szolid 5000-es izét zártunk. Bocs, 6000 kilé, 7000-es izét zártunk. Építő elemek. Hogy érted? Tudok én utat csinálni, itt meg tudom változtatni belőle a dizájnt. Ó, esik az eső! Na, végre már! Elkezdett csinálni a kecót. Csináljad, bazd meg. Na, akkor csezd meg, hogy ezt nem lehet bepakolni. Melyikből van? Rohadtul kevés. Eperből. Ebből mindig jön új. Abból van kevés. Amikből kevés van, azt akarom elhasználni. Én nem adok neked, te csezd meg. Arra játszol, hogy én majd adok neked, akkor ezt becumisztad. Ez egy jó nap lesz. Jó pénz lesz, figyeld meg. Na, beérett, figyeld! Hát, ez nagyon atom. Azt lehet.
Azt lehet bővíteni, persze. Egy nagyon kis házzal kezdesz. Ez a közepes ház. És most csinálja hozzá a pincét, és maga a ház is még nagyobb lesz. Most ezt eladnánk, most ebben nagyot szakítanánk, de hát gondolkozunk elő, és gyemet csinálunk belőle. Ettől már csak izé néz ki jobban, mindjárt jön az ősz, a tök. Ez a sütőtök, ugye ez a full sárga, a Halloween tök, az kúra jól néz ki. Van is fent Steamen képem amúgy. Nagyjából a farmmal nem nagyon kell foglalkoznunk. Ezt itt beültetjük. Ezekhez a ízi öntöző rendszerekhez is rengeteget kell bányászni. Úgyhogy mindent, ami itt van, keményen meg kellett érte dolgozni. De jobban fogod tudni értékelni, mert te dolgoztál meg érte. Kihagytam egy helyet. Hol hagytam ki neked egy helyet? Ja, igen. Kösz. Megessük néha. Köszi. Igen, és néha ez történik. Egyszerűen megtelik a cucc. És koládákat kell baszkurálni. Ezeket is szépen eladjuk. Na, elég sok mindent lehet azért építeni viccesen, meg mit tudom én. Most ők nem lájkolják ezt az időt. Nem baj, azért lett tojás, örülök neki. Csak hogy néha amúgy, hogy ilyen viharba elkezdenek félni, azt akkor faszkodáson, azt akkor nincs semmi. Ez az, élvezzétek, van radiátorotok is, minden. Kezdődik. Nem, nem adta ilyet. Ez nincs a szarvas gomba? Nincs. És ugye itt már megint a csili megvan. A csili aztán 6 vagy 7 naponta van meg. Ezeket azért jó előtetni szezon elején. Van egy ilyen Stardew Valley Wiki, azt érdemes megnézni az ültetésnél, hogy miket javasol. Mert valamiket csak akkor éri meg, hogyha egyszer learatod, akkor nem, akkor is megéri. De hogyha kétszer-háromszor már így le tudod aratni, akkor már nagyon nagyot nyersz vele. Ugye itt az üvegházat is hát nagy cumi volt megcsinálni, de megvan. Ez a lényeg. Csinálj de kecót, pacek legyen nekem, mert ha nem, balhé lesz.
És ugye ez 12 nap. A cuccos ugye ezzel úgy kell vigyázni. Várjám, elvileg chili az itt van bent. Az van bent, jó. Jó. Körbenézünk. Nőtte itt valami. Ezekkel is lehet ilyen műtyöröket kezdeni, mert tudsz építeni ilyen olyan mélykört, meg izét, ilyen szövőszéket. NPC-kkel lehet barátkozni, aha. Csak én leszarom őket. Meg ilyen hardwoodos kerítést, meg sima kerítést, meg kőkerítést, meg ilyen öntözőrendszert, ezeket ott amiket tudsz utazni, hogyha úgy van, ilyen izéket össze tudsz hozni, hogy akkor most melyikből melyiket csinálsz, trágyázó cuccos lehet csinálni, a keltetőt, itt vannak ilyen útszerűség, meg gyűrű, meg lámpa, meg virág, és ezekben még lehet ilyen tervrajzokat is venni, ebben nagyon sok csak tervrajz alapján van, amit külön kell megvenni, az ott egy ilyen dino tojásszerűség, amit te majd egyszer, hogyha meg lesz a baszó izé csákány, akkor tudunk izé szétpattintani. Mert a csákányt is lehet fejleszteni. Például te elkezded a játékot, azt a nagy kő cuccost, amik ilyen nagy ilyen négyet foglal el, azt nem tudod kiszedni, csak hogyha fejleszted vas csákányra. Ami ezt kell, vas meg pénz, és nem tudom hány napig nincsen cuccod. Azért nem tudsz csákánnyal menni. Úgyhogy, ja. Ki van ezt találva? Mondom, addig akarom nyomni, még meg nem csinálja izét, az alsó részt. Ja, meg majd úgy teszem fel a képeket, hogy megjelöllek az Instagram, te csináltad, te ítélted a képeket. A múlt kis egy haver ugye fotózta a szuperbet, felraktam a képet, és akkor úgy raktam ki, hogy izé, hogy ő editelte. A köszönet nyilvánítás. Hát sok minden nem adott. Hát billentyűzet nem nagyon kell. Telefonra rákötöd, mert milyen telód van? Teljesen mindegy. Rákötöd az Xbox controllert, az működik. Kontroller is jó, én telefonon játszottam, nekem bejött. Az egy gyakérfület, egy nem nagyon gyűjtöttem. Menjél nyugodtan, hát már csak ilyen izé cuccozások vannak. Akkor következő streambe fogod látni az izét, a pincét. De szerintem az 2-3 nap még pluszba. Menjél nyugodtan. Igen, ezt oda visszapattintjuk. Többit eladogatjuk. Megnézzük a következő napot, de szerintem holnap sorra lesz kész, mindjárt kiderül. Bár nem hiszem, hogy két nap alatt megcsinálja. Tizenötezer.
15 000 izékből, azokból a gemekből. 15. Az úgy lesz még egy nap. Ez a kurva sokáig tart belőle, utána meg két pont alatt leszedni. Ezek is ilyen virágbizbaszok lesznek. Tehát ebben holnapra készen lesz, csak szerintem még egy 10 perc, 10-15 perc a izé. Ezt a mai napot befejezni. Majd tempózok, hogy lássad a izét, a cuccost. Azokban ezt minden nap meg kell csinálni. Nem menj már el! Sietek, csak ugye napi rutint akkor megcsináljuk. A kurva ezzel is elkészült. Ide gondolok, azok szoktam pakolni, amik ilyen drágák. Mert itt az üvegházban nem nagyon számít, hogy kint milyen éjszak van. Itt nő az csá. Inventory már full. Ez úgy fog megint elfogyni, ez a melonmag, hogy azt a kurva. Úgyhogy vettünk belőle 200-zal. Mondom, ekkora földterületnél eszi a magot. Cserébe nagy lóvét szakítunk. Nagyon nagy lóvét. Az, hogy ugye van nekünk az üvegház, meg még ez is rátesz egy lapáttal. Azért na. Eladás, 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 eladás. Jó, lemegyünk az elvarázsolt erdőbe, csak 10 óra van. Toljuk, csapjuk neki. Nézzek, és már megint visszajött a fa, hát nem hiszem el, Gec. Az előbb lett kitakarítva. Na, most megint mit akarsz ránk sózni? Tulipán, jégkrém, hardwood fence. Mondom, nem ad olyan baszó dolgokat, hogy megére megvenni.
Ez mondom a hordókhoz kell. Hordó? Talán az a... Jelölő hordó? Talán az a neve. Tudom hányszor baszoktattam itt, hogy így meglegyen a ház, mert tudom, hogy én is 150 izé hardwoodra emlékeztem, csak ugye pontosan nem tudom otthon mennyi volt. Ezek? Van egy életerő, meg van egy energia. Az elején az energiával fogsz inni, folyamatosan el fog fogyni. Mert mire végiglocsolod a kertedet öntöző rendszer nélkül, elfogyod az energiád. És ott fogsz anyázni, hogy akkor most mi van. És hát olyan kocumi. És nem tudsz mit csinálni. Elfogy az energiád, az csá. Mivel nekem is az a bajom, hogy elfogy az energiám, azt nem tudok mit csinálni. Jó, eszel mellé cuccost meg így, meg amúgy csak a végtelenségig nem fogsz tudni enni annyi cuccost, hogy pont jó legyen, pont kiadja aznapra, hogy csinálja. Mert itt mondjuk van olyan is, hogy mit tudom én, hogyha azt az, most én kilépnék, akkor ezt a napot, amit most csinálunk, azt elveszem, mert neki az a mentés, amikor alszik egyet. Mikor mi nem fasság, tök jó ki van találva. Ez soha sem értem meg, hiszen összes belehullik a izébe. Fát azt nálunk kiszedjük. Mindennek olyan menete van, meg minden. Elkezded megszokni a játékot, meg kicsit utána olvassa meg ilyenek, de szinte magától is rájössz a dolgok menetére. És mondom, van olyan is a szárgyűvel, Viki, talán Instán követem. A farmokról szoktak képeket felrakni, vannak durva dolgok. Az egy ilyen dinó tojás. Csak azt majd a keltetőbe kell kikeltetni, csak az még mindig nincs. Majd lesz. Bemutatom az öntözést, mert ott valamiért kiszedte. És itt egyesével fogod a játék elején ezt mind beöntözni. Egyesével. Még egyszer mondom, igen, jó hallod, egyesével. Mondom, az elején nagyon szivat, de mondom, egyre több cuccod lesz, meg több cuccot meg tudsz magadnak engedni. Kurva könnyű lesz utána. Miért nézd meg, 20-valahány ezerünk volt, hogy elkezdtük itt a lakást fejleszteni, ezt nézd meg, már megint 45 ezer. Összegyűjtöm, mert most szerencsés napunk van. A szerencsém ellénk állt. Ezeket is jó összegyűjteni, mert később pont jól fog jönni, például télen. Télen meg az a baj, hogy annyira meg vagy lőve, hogy ilyen téli gyümölcsöt lehet ültetni, ami sok értelme nincsen, de csak azt tudod a hóba elültetni, az csá, az aki semmit nem tudsz kint csinálni. Meg szinte az egész farmot szétcseszi a tél. Ezt lehet ugye restaurálni, csak még sokat kell még hozzá horgásznom. Van, visszahúzunk. Hoppá! Itt is van bent ilyen izé.
Nézzük a kaszálómestert. Milyen full chill van. És úgy basszol egy ideg órákat, hogy fel se tűnik. Ez a legveszélyesebb benne. De úgy basszod el az időt, hogy így kellemes, tartalmasan. Tudod, hogy csináltál valamit, nem azt, hogy mit tudom én, csak így elbasztod az időt, hanem itt tényleg itt dolgoztál. Nem kell. Mehet. Busszal a sivatagba tudok elmenni. Csak oda nagyon komoly felszerelés kell. Erre megvan a lakásfejlesztés. És oda néz, 5600, 4500, majdnem 11000 aranyat kerestünk. Mindjárt ott tartunk, megint 75000 lesz, 70 valamennyi. Na, 55000, itt van a nagy kecó. Itt van egy szoba, itt meg a gyerekeknek a szoba. Ez annyira nem érdekel, meg az sem, hogy itt a szobában mi van, telibe leszarom. Bazd meg! A kurva élet! Itt még van még egy fejlesztés, baszd, hogy izé. A pincének a kurva életbe. Hát még egy napot már nem fogok letolni. A kurva életbe, ez csak, hogy van még egy fejlesztés, ó, baszd ki! Ezért volt nekem furcsa, mondom, kásodik már ide adja. Jó van, jó éjszakát, bocs. Kilenctől van, hát. Baszki. Na jó, csácsá, jó éjszakát. Te ahhoz kell 100000? Meg talán 100000 izé kell? Arany. Bazzeg. Akkor itt valamit kevertem valamivel ezek szerint. Na nem baj. Legalább látjuk, hogy legközelebb milyen napunk lesz. Napraforgók kezdenek beérni. Ezek is kezdenek beérni, ez ilyenkor megint beérik. Üvegházra vagyok kíváncsi, mire készüljek. Itt is semmi. Szokásos fatermelésünk. Hátul kinőtt egy fa, vágod? 9-től lesz az a ember. Nem tudok rá mit mondani, baszki. 9-től kezdeni itt az utcokat. Érted, mi már reggel 6-kor már topon vagyunk. Szavasz. Azt, amíg lehet hozzá adni ízét. Szobákat. Addig nem is tudtam. Na, 100000 arany! 100000 arany! Jól emlékeztem valamire. Akkor itt nem kell hardwood, 100000 aranyt kell összegyűjteni. Az simán meg lesz. Ez pikpak, elkezdem eladogatni a cuccokat, az meg lesz. És akkor már az ősszel már úgy fogunk betermelni, hogy már télire, akkor már ősszel már meg lesz a pince. Na, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velem. Találkozunk legközelebb, és legközelebb azon dolgozunk, hogy elvileg meg lesz a pénz a pincére. Úgyhogy innen folytatjuk. Addig is jók legyetek, találkozunk legközelebb. Csá-csá!